Krisztusban, kedves testvérek! Mária Magdolnának hiányzik Jézus, ezért keresi őt. Az Isten keresést nem csak a szükséglet tudja motiválni, hogy életem egy konkrét pillanatában, vagy akár egy hosszabb szakaszában nem találom az Istent az életemben. Szoktuk ezt lelki szárasságnak, kármelitásra, sötét éjszakának is nevezni. Mielőtt rátérnénk arra, hogy Mária Magdolna milyen receptet kínál nekünk az Isten megtalálásához, Jézus megtalálásához, egy picit időzzünk el annál a ténynél, hogy Istent keresni kell. A 24. Zsoltár, amely egy ünnepélyes papi Zsoltár, a templomba való bevonulásnak a Zsoltára, azt mondja azokról, akik keresik az Istent, hogy ők mehetnek föl az Úr hegyére. Kiállhat meg az Úr hegyén, kimehet fel az ő szent hegyére, aki fedhetetlenül él, aki igazságot cselekszik, és így tovább. És a végén hozzáteszi a Zsoltár, hogy ez az Isten keresők népe. Az mehet fel az Úr hegyére. A Zsoltárban többször föltett retorikai kérdésre ez a válasz, ez is a válasz. A felsorolt morális kritériumok mellett, hogy ki az, aki bemehet az Istenhez, ki találja meg őt, aki keresi. Az Isten keresése tehát a hitnek a része. Nem véletlenül mondja Pál apostol a korintusiak, a kolosszeiekhez írt levelében, hogy aki odafönt van, azt keressétek, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ezt a mondatot vésték föl egyébként az esztergomi bazilika főbejárata fölé is, hogy qui sursum sunt querite, ami odafönt van, azt keressétek. Keresni az Istent tehát nem csak egy szükséglet, hogy éppen most nem találom, és ez sötétséget, válságot, hitbéli krízist, bármit okozhat, hanem része az Isten kapcsolatunknak, hogy keressük, szaladunk utána. Kicsit olyan, mint amikor a gyermeket tanítják a szülei menni. A gyerek már tud a szülei kezébe kapaszkodva tipegni, elengedik a kezét, és egy picit hátrébb lépnek. És a gyerek elbizonytalanodik, hogy nem érzi a kapaszkodót, és távolságot érez. És elkezdi ezt a távolságot, ahogy sikerül leküzdenie, leptottyan a fenekére, hasra esik, elsírja magát, fölsegítik, és megtesz egy pár lépést, aztán beleveti magát a szülei karjába, és örül, aztán a szülei elengedik, és még hátrébb lépnek. Az Isten keresése az Isten felé haladásnak egy eleme, az autonómiánknak az eleme, az önmagunk Istennel kapcsolatban való megélésének a helye, hogy igen, akarom az Istent, és bízom benne, hogy el fog kapni, és lendülök felé. Nézzük ezek után, testvéreim, hogy milyen receptet kínál nekünk a mai evangélium alapján Mária Magdolna. Hogyan találjuk meg az Istent, amikor ő hiányzik, amikor nem találom. Mária Magdolna elmegy Jézusnak a sírjához, mert az utolsó emléke az Jézusról, hogy oda tették be. Ott látta őt utoljára, és oda megy. Utolsó emléke szerint itt kell bent legyen ebben az üregben, ami elé nagy követ toltak. Amikor úgy hirtelen talajvesztetnek érezzük a hitünket, vagy akár a hivatásunkat magát, akkor lelki sötétség szakad ránk, és keressük az Istent. Hol találkoztam vele utoljára? Döbbenetes, hogy amikor az ember ilyen hitbéli krízisekből való kijövetelekről olvas tanúságtételeket, sok ilyen van a középkortól kezdve, az a döbbenetes ezekben a tanúságtételekben, hogy azért tudtak kijönni a krízisből, mert ragaszkodtak a begyakorlott Isten kapcsolati elemekhez. Ismeritek az orvietói oltári szentség csodát a 13. századból, egy csepap nem hitt abban, hogy a konszekrációt követően jelen van Krisztus az oltári szentségben. Elmegy a prágai érsekhez, a főnökéhez, és engedélyt kér, hogy elzarándokolhasson Rómába, hogy oda zarándokolva Szent Péter sírjánál kérje majd a kegyelmet, hogy tudjon hinni az oltári szentségben. És gyalog elmegy Csehországból Rómába, nem a szomszéd falu, hosszú az út, és megérkezik Rómától 90 km északra Orvieto városába.
és kéri reggel, késő este érkezik, ott alszik, hajnalban oda megy a székesegyházba, nyitja a sekrestyés az ajtót, és mondja a sekrestyésnek, hogy misézni szeretne. És a sekrestyés rögtön szóra annak a kanonoknak, aki éppen ott várakozott, hogy bemutatja a reggeli misét, és az a kanonok mondta, hogy a mellékoltárnál akkor terítsen meg a sekrestyés ennek a papnak. Ez a pap oda megy misézni, és akkor véres lesz az ostya a mise alatt a konszekrációt követően. Ki van állítva üveglap alatt a korporáli nagy vörös foltok, a mai napig meg lehet tekinteni 800 év távlatából is. Tudjátok, mi ebben a történetben a döbbenetes? Az, hogy ez a pap nem hitt abban, hogy jelen van Krisztus az oltári szentségében, ennek ellenére minden nap misézett továbbra is. Ezért tudta megtalálni, mert az utolsó emléke, hogy ott van, és ragaszkodott hozzá, mikor nem is hitt benne. A rutin, a spirituális rutinjaink megtartó ereje. Hogy ragaszkodok az oltári szentséghez, a zsolozsmához. Mi papkollegák tudjuk, hogy amikor kilép egy pap, annak előtörténete van, és az előtörténetnek mindig egy standard fejezete, hogy egy ideje már nem mondta a zsolozsmát a kollega. Ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz, ahol utoljára még láttuk, ahol még utoljára átéltük a jelenlétét. Mária Magdolna elmegy és megtalálja Jézust ott, mert az utolsó emléke szerint ott kell keresnie. Második, ott áll, látja, hogy üres a sír, elhomozdították a követ, és leszírja a szöveg, hogy benézett a sírba, és angyalokat látott ott. Bement a hiányba. Második eleme, második tanácsa Mária Magdolnának, hogy hogyan kezdett el hiányozni neked Jézus? Miben áll a probléma? Miben áll a krízised? Miben áll a lelki sötétséged? Menj be a sebedbe, menj be a sötétségedbe, menj be a hiányodba, és vizsgáld meg annak a természetét. Az orvos is megvizsgálja a sebet, és akkor tudja azt mondani, hogy ilyen-olyan gyógyszert kell rá, vagy össze kell varni, vagy meg föl kell még jobban tárni, mert hogy olyan törés van mondjuk a mélyében. Be kell menni a hiányba, a sötétbe, a sebbe. Ez a következő. És nevesíteni, hogy mi is hiányzik. És az ember sokszor, amikor megfogalmazza a problémát, már megkönnyebbül a lelke. Már látja maga előtt a megoldást. Már látja maga előtt az Istent. Mária Magdolnának a Jézus hiánya krónikus. Még továbbra is kétségbeesve sír, nem találja. És akkor az angyalok jönnek, és megkérdezik, hogy miért sírsz. Érdekes, hogy amikor a kertész is odalép Mária Magdolnának, az ugyanezt a kérdést teszi fel. Miért sírsz? Mondd el, mi a baj? A krónikussá válik az Isten hiánya, másik dolog, kell segítséget kérni. Sokszor el szoktam mondani egyes oktatáson a fiataloknak, hogyha válságba kerül a házasságotok, mert előfordul, és nem tudjátok megoldani, segítséget kell kérni. Elromlik az autóm, pláne ezek a modern autók, az ember földje motorázat, le van minden fedve egy nagy műanyag lappal, és minden elektronika, már rádugják a laptopot, megnézik, mi a baja. Nem tudom megoldani, egy csavart nem tudnék már meghúzni benne. Válaszol kereket nem tudunk cserélni, az is digitális. El kell menni egy szakemberhez, hogy működjön. És ott maradtunk az út szélén, hogy hívunk segítséget. Nem szégyen segítséget kérni. A hitbéli válságoknál is el kell menni a lelkivezetőhöz, a gyóntatómhoz, és segítséget kell kérni. És elmondani, hogy miért sírok, hogy mi a bajom. Ez a harmadik pontja Mária receptjének. Negyedik, elkezd beszélgetni Jézussal. Nevén nevezi őt Mária, ő ebben a megszólítottságban felismeri Jézust a kertészben, megszólítja őt, hogy Rabboni, mesterem. Elindul egy párbeszéd. Azt mondja a 49. Zsoltár, hogy az Isten napkelettől napnyugatig szólítja a földet. Reggeltől estig mondja a nevünket az Isten. Nem találjuk őt, az legtöbbször hallás probléma. Minden megújulás, hitbéli megújulás, lelki sötétségből való kilépés, gyógyulás, a belső ima kármelitáson fogalmazva felfedezésével születik meg. A belső ima azt jelenti, hogy ebbe az intimitásba megyek be, hogy mondok, egyszer csak meghallom, hogy mondja a nevemet. Én meg elkezdem mondani az övét. Tehát itt úgy beszélgetnek, hogy egymás nevét mondják. Ez a legintimebb dolog. Kimondani a személyt. Isten nevét nem lehet kimondani. A legintimebb dolog ebbe belépni.
és ez gyógyít. Akinek válságban van a hite, hivatása, sötétséget él át, annak segíteni kell, hogy az Istennel való intimitását átélje. Mondogassa csak az Isten nevét. Nem szoktuk lefordítani, Rabbuni, van ott az az I betű, az egy birtokos rag a héber nyelvben, egyes szem első személy, enyém, mester, em, az enyém. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy mester, az lehet egy távolságtartó, és a tanárbácsi, mikor jelentkeztünk órán az iskolába. Van egy távolság, egy tisztelet. Itt mesterem, az enyém. Tehát egy nagyon mély intim beszélgetés alakul ki, és csak egymás nevéről szól ez a történet. Hogy felfedezni, hogy Isten szólít téged, hogy fontos vagy, és ebben segíteni a másikat. Az ima felfedezése gyógyítja a sötétségeinket. Mert ő reggeltől estig szólít nekem, engem segítségemre jön a hiányomban. Vagyis az utolsó receptje Mária Magdalának, hogy tegyük oda magunkat az Istenhez. És hagyjuk, hogy megszólítson, és kezdjük el a fülünket hegyezni, és kifallani, hogy mondogatja a nevemet. Mert ezzel a szeretetét fejezi ki. Jézus nem rója föl Mária Magdalának, hogy nem hitt meg, nem kap ezért ki, fekete pont, meg megalázza, hogy most miért nem tudsz hinni, még a kertésznek nézhetné volna mondjuk másnak is. Ez a mély intimitás, amiben Isten nem vár el semmit, csak a befogadást. Ez az utolsó receptje Mária Magdalnának. És ahogy mondtam, hozzátartozik a hitünkhöz, hogy Isten időről időre elbújik, hogy keressük, hogy megérezzük a lendületet, hogy akarjunk hozzátartozni, hogy az ellaposodott hitünk meggyógyuljon. Szóval nagy üzenete van ennek a mai evangéliumnak.